Szóval, hogy a vezetőben is mondtam, megpróbálom az így félreállni, hogy nem takarjam ki a képet. A vezetőben is mondtam, hogy 1973-tól nézzük a Star Wars történetét. 73. januárjában Dixon elnök, ugye a 37. amerikai elnök éppen bejelent, hogy mi lesz a hamarosan a vietnámi háborúnak, és nagyjából ebben az időben egy 25 éves fiatal ember, bizony George Lucasnak dolgozik egy Star Wars nevű című filmnek a szvinnyen. Az első filmje, nagyjáték filmje, a THX-1138, óriási bukás volt, összesen 700 000 dollárt forgalmaztak belőle. Az eredeti graffiti viszont meglepően nagy siker volt, és ez arra ösztönözte, hogy tovább gondolkozzon, és valamilyen nagyobb formátumban nem csak az elképzelései. Ugye így születnek meg az első script-öltözei, ugye The Star Wars címmel is. A fontos momentum volt, hogy a előkészítő munkához szerződtetett egy olyan ismert illusztrátort, képzőművészt, mint Ralph McQuarrie, aki fantasztikus konceptátokat csinált a születével lévő filmhez, és ez volt az, ami igazából meghatározta alapjaiban a Star Wars-nak a vizuális világát. Másik fontos nyeremény Colin Cantwell szerződtetése volt, ő az első ilyen űrhajó és egyéb jármű maketteket készítette el, és ezekről fejlődtek később ki azok a űrhajók és egyébek, amiket látunk a végülős változatban. Halála után egyébként egy hajóosztályt is elneveztek róla. Fontos támogatója volt George Lucasnak Alan Ladd Jr., aki a 20th Century Fox-nál volt magas beosztásban, és gyakorlatilag ő volt az egyetlen, aki hitt a filmben, még meg sem született Star Wars-ban, és hitt abban, hogy ebből lesz egy ilyen jó alkotás. Később az állásába került ez a hitvallás, hiszen tűzővízen keresztül támogatta George Lucas-t. Aztán mivel nem volt megfelelő cég, aki legyártsa a filmet, ezért megcsinálta George Lucas 1975-ben az IMF, az Industrial Lighting Magic-et, hogy megfelelő speciális effektusokkal rakja meg tele a készülőre lévő filmjét. 5 éven belül piacvezetőké váltak szerte a világon. Tehát ugye ez a garázs cégként indul, szó szerint ott alul látszik az a garázs, és ugye a mellette lévő parkolóban állítottak föl palácsilag díszleteket, és azokat romangatták a környék. Hát nem nagyon örültek neki környékbeliek, és úgy emlékeztek rá akkor, hogy ezek állandói puffok, ami a francot keresnek itt. Aztán persze már, amikor sikeres lett a film, akkor örülben mesélték, hogy ők látták ennek a munkának a folyamatát. Ugye 75-ben meg volt a casting, nagyon hosszú volt, Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, és hát ugye az angol veterán Sir Alec Guinness, és a másik Peter Cushing és David Cross, ugye az egykor is új emelő volt az, aki még főszerepben csatlakozott a filmhez. 76 márciusában kezdődött Tunéziában az élőszereplős forgatás, meglehetősen szélsőséges időjárási viszonyok között. Viharok ugyanis volt, úgyhogy romba döntötték a díszletet, és lehetett kezdeni előről, és mivel ez egy kis költségvetésű film volt, hát igen nagyobb voltak a károk. Közben ugye az IRM-nél pedig dolgoztak, itt éppen George Johnson-t láthattuk az előbb a Millennium Falcon makettel. Egyetlen egy dologra tudtak használni, akkor számítógépet, kamera vezérlésre, semmi másra nem. De az viszont nagyon profi volt, ugye egy Richard Edlund néz éppen egy kamerába. És itt akárhányszor betaláltak egy útirányt, és akárhányszor le tudták utána követni ezt egy kamerával. Ezért olyan nagyon jók az űrhajó mozgások és jármű mozgások a Star Wars-ban. Fontos szereplője volt ennek a korszaknak Charles Lippincott, aki a Lucasfilmnél egy marketinges volt, és ő volt az, aki elment az különböző cégekhez, akkor még a Lucasfilm is egy garázsszék volt, képzeljék el azt az állapotot, és megpróbáltak ráveszteni őket, például adjanak ki játékokat, képregényeket, stb. Stb. Ő ment a Stan Winstonhoz, hogy ráveszteni őket a képregénykiadásra. Ez a 76-os San Diego-i komikon ekkora volt a Lucasfilm asztala, ez így mindaz, amit ott látom, viszont van ott rá egy poszter, Howard Chaykin posztere, amit akkor 1,75 dollárért lehetett megvásárolni, egy nem is létező filmről, egy évvel később volt a megmondható. Aki akkor megvette ezt a posztert, óriási nagy kincset tart most a birtokában, ez 1000 dollárnál is többet ér, ilyen akkor 1,75 dollár volt. És amit láthatunk ott alul, az a Molino, ugye az a Star Wars logos Molino,
az egy valóságos kincs, az éppen Stephen Sandfield birtokában van, aki a világ egyik legnagyobb gyűjtője, sőt a legnagyobb gyűjtője. És ugye a San Diego Comic-Con azért is volt érdekes, vagy azért is volt fontos, mert ekkor kezdték el igazán toporozni a rajongókat, akkor még csak állóképeket mutattak be a filmből, Charles Stephenford kiállt a színpadon, igen, kiült a színpad szélére, elmesélte, miről fog szólni a film, hogy fog kinézni az egész. Tehát ugye vizuálisan nem nagyon lehetett még bemutatni semmit, csak ilyen állóképeket. És persze akkor már a film főszereplője Mark Hamill is megjelent ezen a San Diego-i Comic-Con-on. És az a póló, ami ott rajta van, ugye 20 évvel később ilyen 10 000 dolláros értéket képvisel. Fiatal volt és búgó, és még a balesete előtt mondanom sokkal. Aztán eljött 1976 vége. Először is november, ugye a bal oldalon látható a könyvváltozat. Eredetileg úgy volt, hogy 76 végén fogják a filmet bemutatni, és a könyvkiadó erre időzítette a könyvnek a megjelenését. A másik pedig, ugye a képregény változat, ennek ugye július van felírva, az első számnak július van felírva a borítójára, de jóval előbb jelent meg, és ez is megelőzte gyakorlatilag a film bemutatóját. Ennek is köszönhető a siker mindkettőnek. És hát ugye az igazán nagy átütő siker az a Kennerrel történt üzlet volt, ugye a Action Figure-nak üzlete. Erről azt érdemes tudni, hogy először az akkori piacvezetőt, a Mego kampányerő céget keresték meg, ugye Charles Lippincott, de onnan el lett zavarva, hogy öreg, hagyjál minket ezzel a hülyeséggel, ez nekünk nem kell. Egy kicsit kérnem a zenét lejjebb venni. Köszönöm szépen. És ekkor megtalálta a Kennert, hogy igen mondtak rá, de viszont nagyon későn kapcsoltak, és a karácsonyi piacon már nem tudták ezt piacodobni, de erről még visszatérünk később. George Lucas ekkor még igen nehéz helyzetben volt, tartottak az utóforgatások, és nagyon úgy nézett ki, hogy a Fox keresztbe fog tenni neki, és ezzel lehozza a WC-n ezt a produkciót. Mondanám, sose fejezitek be, rengeteg pénzt ráköltöttünk, tényleg hatalmas mennyiségűt az akkori viszonyok között. Ugye 16 millióra jött ki a filmnek a költségvetése, és azt mondták rá, hogy ez a legnagyobb költségvetésű, kis költségvetésű film, ami addig készült. Úgyhogy Lucas megköszönhetett előre dolgozott a filmen, szétszették a stábot több darabra, hogy gyorsabban haladjanak vele, és ő is úgy, amit csak tudott, mindenhol beállt és segített a munkálatokban. Közben ugye nem állt le az élet, folyamatosan dolgoztam, hogy időfele Light and Magic-nél is. Egy gyűrvölt dolgokban tották fel a másik után. A számítógépes rendszerek továbbra is nagyon többször üdvözlött. Bementek ilyen modellboltokba, felvásárolták gyakorlatilag a készletet, és azokból eszkálválták a készletet. Egyszerű fa alapra helyeztek különböző dirigdarabokat ezekből a járműjéből, akár tagokból, csipekből, repülőmodellekből, mindenféléből. És külön kihívás volt ugye a halászi a felszínek a megtervezése és megkreálása is. És ugye itt a fényviszonyok miatt csináltak például ilyen külső helyszíni felvételeket, robbanásokat. Írtatlanunk akkor. Tehát ezt most így felfogni épésszel, az akkori viszonyok között hatalmas nem jelenik volt.
Ja, persze túlzásra vitték a robbanatás is volt, hogy egy egész díszlet elem azért semmisült meg, mert elszámították egy kicsit a pirotechnikát, de hát ez előfordul. Aztán ugye bizonyos átalakuláson a Star Wars is átesett, ez még a Ralph McQuarrie az tervezett első logó változat volt. Tehát ez nem volt az igazi, ez túl exotikusnak tűnt, úgyhogy inkább úgy tűnt, hogy más irányba kezdenek el kísérletezni. Aztán született egy ilyen verzió, de erre azt mondják, hogy nagyon nácis, hát ezt hagyjuk, ez nem jó. Az a dupla V az nagyon hülyén néz ki. Inkább még egy kicsit variáljunk rajta. Aztán jött egy hölgy, egy Susan Rice nevű grafikus, aki ezt a végleges logót tervezte, és ez maradt meg a mai napig is. Persze sokat formálódott, mint azóta is a Star Wars logó, de alapvetően ezt használják, hogy a filmek elején pláne. Ez például a 78-as újra bemutatónak volt a logója. Aztán ugye volt az év végén, 76 végén egy trailer, ami a jól emlékszem 3400 dollár körül összegre került. Mikről egy ilyen trailer ennyibe? Hát ugye föl kellett venni, össze kellett vágni. Kellett hozzá egy nagyon jó hang, aki fölkudja a szöveget hozzá. És ugye elég megfelelő volt a hatás. Nem sok vizuális effekt volt még akkor készen, meglepő módon a filmhez, de ami volt, azt felhasználták hozzá. És ez elég nagyon ütött. Tehát 1976 végéről beszélünk, és akkor egy ilyen trailer, hát sokanak nem mondom, hogy itt persze, hogy nincsenek lézersugarak, itt csak robbantások vannak, mert hiányzott mi a képből. Egy kicsit ugye ódivatonak tűnik ez a trailer, valamiság máshoz vagyunk hozzászokva, de ez abban a korszakban tökéletesen megfelel, nagyon rányított a figyelmet a filmre. És ugye itt még azért a Star Wars logó sem volt az igazi, itt csak simán ki volt a Star Wars aztán. George Lucas összehívta a filmes ismerőseit, ugye Brian De Palmát, Gary Kurtzot látszik a háttérben, volt a producere, Steven Spielberg, Paul Hirsch, ugye aki a vágója volt a filmnek, és megnézette velük az első verzióját, az első nyers vágását a filmnek. Spielberg lelkendezett azt mondta, hogy ilyet ő még életében látott, és nem is fog, valószínűleg. Brian De Palma viszont azt mondta, hogy hát oké, George, itt azért még volna dolgozni rajta, az elején a bevezető szöveget írjuk át, mert nem túl konkrét, nem teljesen olyan, amilyen ideiglik. Úgyhogy másnap szépen összeültek az irodájába, és addig nem adunk a kilonom, amíg meg nem változtatták a bevezető szöveget, és ezért olyan a szöveg, amilyen Brian De Palma javasolt George Lucasnak. Volt, aki ezután azt mondja, hogy a vetítés után George ilyen hülyeséggel nem kéne foglalkozni, hagyd már ezt abba. Ugye a egyik legfőbb segítőtársa akkori felesége Marshall Lucas volt, akire egy háromfős vágó tím élő vissza a vágást, és aki ugye később Oscar-díjat is kapott ezért. Nagyon sokat dolgoztak rajta, hogy tényleg nem a feszesítésű legyen, hogy megfelelő legyen az a koncepciónak, amit Lucas kitalálta ez az egészet. És hát George Lucas rájött arra, hogy tényleg nem neki kell, ő is vágó volt ugye annak idején, a hatalmas években, hogy nem neki kell mindent csinálni a filmmel kapcsolatban, hanem azért vannak a résztvevőknek, ahogy át kellene engednie. És az egyik ilyen volt ugye ez a vágó procedúra.
Lukasz egyébként nagyon megviselte a film körüli Herzog Hulcot, tehát magának készítésnek a folyamata. Volt egy időszak, amikor konkrétan George Romanra fogyott, itt már egy kicsit jobbkörben van. Aztán az egyik legnagyobb jelenség, akit szintén szerződött a filmhez, John Williams volt. Lukasznak az eredeti elképzelésről az volt, hogy klasszikus zenéket fog használni, Wagnert, Rózsa Miklós, Lisztet például. De aztán Spielberg rábeszélt, hogy figyelj, van itt egy tehetséges tap, John Williamsnek hívják, próbáld meg úgy. És ezt eltaláltam bizonyult. Tehát, hogyha volt igazán fontos dolog ugye a film készítés szempontjából, ugye a szereplők és a vizuális sebeknek kívül, akkor az a zene volt. Williams egyébként elég feszes tempóban vette fel a filmzenét, tehát gyakorlatilag ilyen nap alatt lezavarta a felvételeket. Itt ő maga vezényi ugye a London Symphony Orchestra, igen, London Symphony Orchestra, és úgy, hogy nagyon sok témát a Slamera film jeleneteire vezényelte fel. Tehát, hogy nagyon takarodjönnek ki ezek a témák, ezek a ritmusváltások, és sokat jelentett a film szempontjából. Aztán május elején volt egy próbálkozás San Francisco-ban, a Northpoint színházban. Itt egy kérdőjével körbe is kérdezték a nézőket, hogy volt ez a film, ki volt a kedvenc karakterünk, mi az, ami szerintük a legjobb volt a filmben, stb. Stb. Aztán ugye készültek a film bemutatójára. Ez Amerika szerte 32 moziban tervezték mind össze. Pontosabban ezt a Fox határozta meg, mert azt gondolták, hogy nem lesz akkora érdeklődés, mint éppen a másik sikerfilmnek szánt dolognak. Ugye a Smokey és a Bandita című Burton Reynolds pikjátékszerűségnek. Úgyhogy elég lesz, hogyha a Star Wars csak 32 moziban mutatjuk be. Az egyik ugye a híres Chinese Theater, a kínai filmkínház, ahol egy nappal korábban összegyűltek a nagy veteránok, hogy meglapogassák egymás vállát, hogy milyen nagyszerű dolgokat tettünk le a filmiparban, így ezek a nagy stúdióknak a vezetői. Aztán másnap jött a rádióvetés. Vett egy 33 éves Mikhaj, és gyakorlatilag Bori Balászló őket. Itt még nincs a film elején a nyolc cím, ugye nem is volt arra szó, hogy ez negyedik része, mindig arról szó, hogy ez lesz az első rész. És nálunk is így mutatták be 1979. augusztusában a filmet, hogy nem volt itt a alcím a filmnek. Április 14-e óta van egyébként kiírva, akkor négyik alkalommal mutat ebben az Egyesült Államokban. Már túl voltunk a Birodalom Visszavágón, ami ugye a ötödik rész lett, és akkor kiderült, hogy kellene itt valami negyedik résznek is lenni, akkor legyen ugye ez a negyedik rész, hát nyilván akkor ennek is annyi van a címe. Amelyikre szerintem hatalmas sorok kezdtek el kidúzni, megszületett egy új fogalom, a blockbuster kifejezés, ami azt jelentette, hogy egész házmetet is követően érni a sor, és nem véletlenül, tehát nem rekordra való tekintet nélkül nagyon sokan eljöttek megnézni, nagyon sokan elmentek megnézni akkor a filmet, és ugye a lényeg az volt, hogy sokan sokszor nézzék meg. Ugye nem két hétig tart, nem két hétig tart egy filmnek az igazi sikere, hanem az, hogy hónapokon keresztül. És ugye a 32 filmmel kezdtek május 25-én, szeptemberben már 1072 mozi játszott Amerikában, és volt a mozi, ami 72 hétig nyomatta a Star Wars Philadelphiában például. Ez hatalmas nagy dolog volt. Aztán a siker hatása ugye az már érződött. Júniusban, 7. júniusában megjelent egy dupla album, ami azért fontos, mert ugye a filmzenét, a film eredeti zenéje, amit hallunk a filmben, az 78 perces, ez az album, ez 77 percig, akkor azt hinné az ember, hogy ó, hát akkor csak egy perc hiányzik az egyedül, hát egy fenét, ugye ezek a témák, amiket följátszottak, ezért valami csak néhány másodpercet hallunk egy filmben, és közülünk fölvettek 5 percet, vagy 8-10 belőle. Tehát ez csak éppen egy ilyen nagyon furcsa keverék az egésznek. Az amerikai kiadásnak megmond az a furcsasága, hogy mivel ezt két tányéros lemezjátszóra tervezték, ezért az első lemez az első
és a negyedik, a második, nem hiszem, a második, harmadik oldal volt, és így egy speciális mechanika segítségével egyhozamban le lehetett játszani a két lemezet. Fölraktuk a két lemezet, hogy fölrakták, hát nekem nem volt ilyen lemez, fölraktak a két lemezet, és akkor beállították a vizet, hogy egyhozamban játszanak a két egymás követő lemezet. Fantasztikus dolog volt az annak idején, ez csak az amerikai kiadáson volt mi. Európában, Japánban és az összes többi helyen, ahol kiadták, ott nem. Annyit érdemes még tudni a lemezről, hogy gyakorlatilag poplemezeket megszerítő mennyiségben 5 millió példányban kell, csak Amerikában, és azokban is még mindig fogy. Hányszor kiadják, mindig el lehet adni. Aki ezt meglovagolta viszont ezt a sikert, az Mekko Monardo nevű producer volt, és ő kitalálta azt, hogy megnézte a filmet, hogy mi lenne, hogy csinálna belőle egy diszkos változatot. Ezt nagyon szerette a magyar rádió annak idején, és mindig arról szól, hogy Star Wars kéne leadni, akkor ezt a jelzőt adták le a rádióban, hogy kíváncsi egy műsoroknak, ez egy állandó ilyen slágere volt. 77 októberében, amikor a Mozart Karcsi született, akkor volt listavezető ez a szám Amerikában, két hétig vezette az amerikai listát. Meg is kapta a legjobb instrumentális zenének járó díjat abban az évben, amit aztán tévedésből John Williamsnek küldtek el, aztán ő meg megköszönte szépen, és berakta a többi díjak közé. Úgyhogy ezzel le is volt a tudva. És ennek a lemeznek, kis lemeznek is ugye van egy album változata. Számtalan verzióban jelen meg Amerikán kívül is. Ez például a német kiadás, ez van majd nekem, ez egy német kiadás, nem a Holmiból. És aztán egy fontos esemény, 77. augusztus. 11 héttel vagyunk a film premierje után, és már is három fiktív karakter elhelyezheti a lány és keréknyomát a hollywoodi betonba. Tehát ilyet még soha senki nem tud megcsinálni az előtt, és szerintem azóta sem. Tehát olyan népünnepményt csináltak akkor ott a kínai filmzás előtt, ami előtt nem volt példa korábban. Ugye C-3PO, R2-D2 és Darth Vader jelentek meg, teljes életadtságban, és Chuck Sleepingot van Gary Kurtz segítségével. És sok kíváncsi tekintettől övezve, meg örökítőnek a betonba. Majd napig is ott vannak egyébként ezek a betonban. Tehát mindössze 11 hét kellett ahhoz, hogy kiválogatjuk. És hát ugye a játékipar jött a karácsony, és játékok nem voltak sehol. Pólók, poszterek, ilyen jelvények, ilyen apróságban az lehet megkapni, de mindenki arra számított, hogy a karácsonyi piacot le fogja uralni a Star Wars. Hát nem sikerült. A Kenner azt találta ki, hogy indít egy úgynevezett Early Bird Certificate package kampány, ami gyakorlatilag egy üres doboznak is hívták utána, úgyis kaptak egy üres dobozt az emberek, és benne volt egy tanúsítvány, hogy akkor, hogy ezt megvetted és visszaküldöd a postán, akkor majd jövő márciusban postázod neked az ajándékot. Na most felteszem a kérdést, hogyha valaki egy ilyet vesz a gyerekének karácsonyra, hogy egy üres doboz, és így nem érsz feliratni, hogy jövő márciusban megkapod, akkor mit szoktak volna hozzá? Ennek ellenére millió számra fogyott ez az Early Bird Certificate package, és hát ugye nem márciusban, hanem a Kenner azért felébredt, és már februárban elkezdte postázni. Viszont George Lucas nagyon elégedetlen volt vele, mert ezt átverésnek érezte, és életében kétszer kapott dűrómat, ez volt az egyik, amikor ez megtörtént. A másik pedig akkor, mikor megnézte az epizód 7-et. Tényleg. Nem csak ő. Az action figurák piaca ma is töredelül megy, ha valaki betéved a kiakadó vásárokra, akkor szerintem az önmagáért beszél. Ugye a vintage figurák, amiket itt látunk, most már vintage-nek hívó figurák, pedig hát
egyértelműen viszik a bringet. Aztán jött 78 áprilisa, Oscar díj átadás, a Star Wars tarol. Nagyon sok kategóriában, 7 kategóriában nyertek. Itt vannak ugye a középen más Lucas, a vágók. Ugye Bepert is a hangjátektusokért, aztán John Wall a kosztumékért, kosztum tervezésért. Richard Edmund és csapata, ugye a speciális effektusokért. És egy John Williams, ugye a filmzenéért. John Williams egyébként korábban a Grammy-t, a Golden Globe-ot, a Brit filmakat, ugye a Vigyát, stb. Stb. Megnyerte, még persze megjelenták a Megónak is a legjobb instrumentális filmzenéért járó díjat is. Úgyhogy egyértelmű volt, itt csak a Star Wars van, semmi más. Ami nagy szívfáda lehetett egyébként Lucasnak, hogy a legjobb filmért járó Oscar-díjat, meg a legjobb film, vagy legjobb rendezésért járó Oscar-díjat nem ő kapta, sem a legjobb férfi mellékszereplőjéről, úgyhogy elegén is volt jelölve, ha sem húzták be, de azért ez sem volt egy rossz indulás. És hát ugye ez a pillanat, ez a pillanat esetben mindent elárul, ugyanis itt jellemzően az van, hogy George Lucas ott ül a nézőközönséggel úgy mozdítani, és fölnézni kamerában, hogy na most akkor ki volt a hülye? Most akkor mondjátok, hogy akkor most mi történt? Tehát akkor... Úgyhogy 5 év macera után régbe ért, és neki láthatott a következő filmnek, amiről van visszállnak, ez egy másik történet lesz. Most a dokumentumfilm következik, hogy Jedi visszatérő, ugye a 4. évfordulóra volt tavaly, ez tavalyra számolt eredetileg, de szerintem idézse lesz rossz. Utána pedig egy Hayden Christensen, Jamie Dördik beszélgetés látható a szerelésről, aztán pedig visszatérünk 1 órakor, és nem 12 órakor visszatérünk, és egy újabb előadás lesz a filmpakáról.